A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Vagy nem tudom, az nem az. Én csak megadtam az alaphangot. Jó. Oké. Ott, hogyha feljebb viszed az egeredet, ott a felső sorban találsz egy olyan ikont, egy kicsit balra, még az, ott az a hálós. Még? De nem, az tökéletes, pont arra megyünk rá, ott az a három kis háló és ez egy darab. Na most, arra menj rá, hogy autó, ott mellette. Autó három darab kis pötty, és a autó radír alatt, és egy picikét balra. Jó. Nem autó connect, autó. Ott egyel feljön. Sima autó. Igen, sima autó. Ez egy háromszög. Hogy kell ebből megszabadulni? Nem, csinálj, most még egyszer belemész, és most elmész az oldalán is lefele. Mi? Húzol egy csíkot lefele, benne is elmész. A nyakban. Benne is. Rosszhoz a kiroszra gondol. Elmegyek. Így jó? Nem, forszalmas, nem. Kontrollz. Nem jön ki ugyanakkora részlegekben, mint amekkorák a külső részek. De nem a közepén. Nem a közepén. Egy kicsit balra. Ott jó lesz. És most menj le az aljáig. Ez intenzív. Amúgy nagyon sokat segítesz magadon azzal, hogyha ott fönt a mappáknál kiveszel belőle pár dolgot. Szóval ne legyen zavaró. Mondjuk leveszed rossz. Jó, gyönyörűség. Igen, nagyon-nagyon szép lett. Oké, hajnál úgy csináljuk, hogy a picike, tehát hogy az ilyen kis tincseknél egyszer körülmész, úgy, mint az előbb a maszkolásnál, és középen egyetlen egy darab vonalat húzol neki, az lesz a csontnak a fő része, ezt már most elrontottad, vagy ma... ne legyen, tehát nem szabad, hogy ne legyen kocka ott az elején. A kezdőnek mindig ék alakúnak kell lenni, ez nem lehet kocka. Hát, hogy lejjebb kezdődik, mint egy ék. Nem! Az ék! Nem! Mennyire lenn? Nem úgy, a kezdő, ott a legesleg kezdője. Akkor hova? Oké. Oda, pont jó lesz. Jó. És akkor így lenn? Nem, de hogy is. Fölfele. Föl? Fent, ott, úgy. Jó. Na, most már jó is. Jó. Hát mondjuk de mikor most... fogunk pislogni? Hát akkor fogunk pislogni, amikor minden egyes része le van csinálva, mert addig nem tudjuk elkezdeni. Jaj, egyébként amúgy ezt elfelejtettem mondani, hogy amikor autót használsz rá, akkor nem kell nem kötelező kitörölni a négy kis pontot. Oké. Tehát... De csak simán pipa? Autó. Nem, autó. Na, és akkor most jön az autó. Melyik autó? A kicsi vagy a nagy? Lépjen tovább a vadonatú Hyundai 30-al. Autókon-e? Most megszavazhatják a nézők, hogy a bal szemét, vagy a jobb szemét fogjuk csinálni. Jó, mit szeretnétek? Bal szemet, bal vagy szemet, jobb szemet? Hát, hogyha belenne bármi különbség. Nem válaszatok. Jó! Hát, Gergő, azt mondta! Azt mondja, hogy középsőt szeretnének, vagy van jobb. Jobb. Hát akkor ez egy bal lesz, ez egy bal szem. Nekem ez a jobb, bal. Neki bal. Jaj, igen, opá, ezt elfelejtettem mindenkinek mondani. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy egy picit kizoomolsz belőle. Van-e kedvenc VTuberetek? Van! Van! Én szeretem a Kobót. Aztán szeretem a Voxot, meg a Mistát. Őket így együtt. Nem külön, csak együtt. És aztán jön a Bao! Ennyi. Ja, de a number one
Ez a Namitónak a VTuber karaktere. Én? Hát persze. Ki más? Persze. Honnan jött a YouTube nevetek? Hát az enyém atomgázos, mint eddig az összesen mesélt sztori kb. Én 12 évesen alkottam meg ezt a csoda nevet. Úgy történt, hogy akkoriban először bekerültem egy rajzos csoportba, ahol az emberek egérrel rajzoltak anime karaktereket, és ezt RPC-nek hívták, semmi köze nincs hozzá, utólag már megtudtam, nem ez a neve, és nem ezt jelenti az RPC. Na mindegy, mi így hívtuk, 12 évesen, és akkor még ment ez a stoppolgatás, tudjátok, amikor a gyerekek játszanak, és akkor azt mondják, hogy én vagyok a H2-ből a Clio, nem, stip-stop, én vagyok az Emma, én vagyok a Riki. És ezen az alapon mindenkinek jutott az, hogy a Naruto-ból választott magának egy párt, és elvitték az összes jót, elvitték a Sasuke-t, elvitték a Naruto-t, ezt nem maradt senki, csak az ilyen ötkek. És nem kaptam más, csak a Naruto apukáját, a Minatót. Mondom, meccselnie kell a névnek. Akkor így összerakjuk azokat a betűket, és így a Minatóból ki lett rakva a Namitó. Aztán így ez lett, ez maradt, úgyhogy már ezentúl ezzel a névvel élek az interneten sajnos. Ilyenkor még mielőtt elkezded, azt tud-e esetleg segíteni, hogy ott van a közepén az a kis piros pötty, ahogy látod, az igen, a közepe a négyzetednek, hogyha arra rákattintasz és lenyomod a shiftet, akkor egységesen lejjebb tudod húzni az egészet. Értem. Jó. Jó, most dumálhattok ezen, elleszek egy darabig. Úgy letörlöd, és adj hozzá egy autót. Kis kocsi, nagy kocsi. Nem teljesen jöttem rá, hogy Rafael József mit írt. Azt mondja, a ciciét csináld, nagyobb baha lehet. De hát neki hát nincs ez... is cicie. Ez nem, egy csávó. Ez... Jó, ez nem az a karakter. Ez egy trap. Nincs cicie! És ez egy tök jó záró mondat. Remélem, hogy ti is ilyen jó szórakoztatok, mint amennyire én nem. És találkozunk a következő streamnál. Hello, gyerekek!